köszöntök Önöket a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség március 15-i megemlékezésén. Külön szeretném köszönteni dr. Latorcai Csaba urat, a miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkárát, és Tordai Lejko Gábor főkonzul urat, hazánk hivatalos képviselőjét. Minden tavasszal új köntöst vesz magára a Föld, és mi emberek ünnepeljük a tavaszt. Ez az évszak a művészetben a kegyetlen hidegtelet, a zsarnokságot legyőző jelképé vált. József Attila a márciust bimbózó ifjú zöld reménynek nevezte. Kassák Lajos szerint maga az újjáélet tűz, maga az ifjúság. Költőink szavai nagyon igazak. A tavasz valóban a kirobbanó energiák évszaka, maga a forradalom. Legyőzi a rideg múltat, elűzi a fagyos telet, virágba borítja a földet. 1848 márciusa csodálatos tavasz volt. Tisztelettel felkérem dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Főtisztelendő plébános úr, főkonzul úr, tisztelt ünneplő közösség! Megtisztelő meghívásuknak örömmel tettem eleget az 1848-49. Évi magyar forradalom és szabadságharc idei emlékünnepének alkalmából. Bajorország fővárosában mindig jó magyarnak lenni. A történelmünkből ismert tény, hogy Szent István királyunk és Bajor Gizella házassága máig ható, különleges kapcsolattá erősítette a bajorok és a magyarok barátságát. A Szent Anna templomon elhelyezett emléktábla ezt az ezeresztendős köteléket hirdeti. Számos bajorországi emlékhely közül pedig kiemelkedik Passau, ahol Szent Királyunk feleségének sírja és kolostora, zarándok helye honfitársainknak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország ezer esztendős történelme során számos alkalommal szembesült azzal, hogy a szabadság és a függetlenség nem magától értetődő, és éppen ezért nem természetes létállapot. Véres küzdelmek, lemondások, megaláztatások sora vezetett odáig, hogy negyedszázada újra szuverén és a világ többi nemzetéhez hasonlóan egyenrangú, semmivel sem több vagy kevesebb joggal, illetve kötelességgel rendelkező ország lehetünk. Tisztelt emlékezők! A mindennapjait a Habsburg Birodalom keretében élő Magyarországnak a Rákóczi szabadságharc bukása után csak nem másfél évszázadot kellett várnia, hogy elindulhasson a polgári átalakulás útján. A reformkori országgyűléseken nagyon kevés valódi változtatást sikerült elérni, de lehetőséget teremtettek arra, hogy a reform szellemű nemesség kidolgozza a saját programját. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő törvényes forradalom vezetői, Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Eötvös József és sokan mások. Az 1848. március 15-i események ismertek mindannyiunk előtt. A vértelen forradalom sikere, a 12 pont politikai programjának megvalósítása kézzelfogható közelségbe került. A bécsi udvar meghátrált, Metternich herceg menekülni kényszerült. A magyarság újra önmagára talált és merész tervekkel tekintett a jövőbe. A szabadság, egyenlőség és a testvériség sajátos, magyar lélekkel ötvözött megvalósítását, az ország szellemi, lelki és gazdasági felemelkedését célul tűzve ki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A történelem kiúzanító realitása még akkor sem homályosítja el ennek a közel másfél esztendőnek a ragyogó helytállását és hősiességét,
ha közben Széchenyit, az ország sorsa iránt érzett felelőssége őt magát felemésztette, a dicsőséges tavaszi hadjárat sikerei ellenére a túlerő győzedelmes lett. A győztesek bosszúja örök dicsőséget szerzett az aradi vértanúknak, az első felelős miniszterelnöknek és mindazoknak, akik életüket adták a szabad és független Magyarország eszméjéért. Ezt a ragyogó helytállást vitték magukkal, az emigrációba kényszerítettek is, mint Kossuth Lajos, aki Törökországtól Anglián át az Egyesült Államokig a szabadság élő szimbólumaként ünnepeltek, vagy Bem József tábornok és oly sokan mások. A szabadságharc nemes küzdelme annak leverése után is továbbért a szívekben, és behálózta a földkerekséget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Emlékezni és emlékeztetni jöttünk a magyar forradalom és szabadságharc dicsőségére, és mindazokra, akik hősei, akik alakítói és lelkes résztvevői voltak ennek a küzdelemnek. Ehelyütt méltó, hogy megemlékezzünk azokról is, akik a papi hivatást választva szolgálták a történelem urát, ugyanakkor kötelességüknek érezték megcselekedni, amit azokban az időkben megkövetelt a haza. A megtorlás a szabadságharcot támogató papságot is elérte. Főpapok, az alsó papság közül meg annyian, Ferences, Bencés és más szerzetesek estek áldozatul a forradalmat levelő bosszúnak. A magyarság újkori történelmének egyik meghatározó eseménye, nemzeti identitásunk alapköve mindaz, ami a Kárpát-medencében, Európa közepén 1848 tavaszától 1849 nyaráig történt. A méreható társadalmi reformok, a polgári átalakulás igényének felerősítésére adott modern válaszok és a szabadságharc hősies ellenállása az elmúlt másfél évszázadban zsinórmértéke lett a magyar nemzeti identitásnak, éljenek honfitársaink bárhol a világban. A magyar kormány értékei és célkitűzései sokban megegyeznek azokkal, amelyeket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tűzött zászlajára. Ma is szükség van a nemzeti és gazdasági érdekek következetes képviseletére, akkor is, ha ezek védelme komoly konfliktusokkal jár. A szabadságharc hőseinek áldozatvállalásából meríthetünk erőt a közjó szolgálatában folytatott mindennapi erőfeszítéseink folyamán. Ilyen küzdelmet folytat Magyarország kormánya akkor is, amikor az elmúlt időszak eredményeit, honfitársaink érdekeit szem előtt tartva hazánk szuverenitását kívánja megerősíteni. Magyarország kormányának meggyőződése, hogy olyan erős és önvédelmi reflexeit visszanyerő Európára van szükség, amely az egymással együttműködni kész, szuverén államok közösségére épül, amilyennek a 170 évvel ezelőtt elődeink is megálmodták. A reformkor törekvéseit folytatva pedig a nemzeti sajátosságoknak és érdekeknek megfelelő gazdaságpolitika a célra vezető, az egyedül üdvözítőnek kikiáltott irányvonallal szemben. Az eddigi sikerek alapján ugyanis bizton remélhető, hogy ezáltal egy olyan virágzó Magyarország születhet újjá, melyet már 1848-49 magyar ősei is megálmodtak. Ebben a küzdelemben számítunk mindenkire. Annál is inkább, mert az elmúlt évszázadok magyar szabadságharcai, melyeket mindig magányosan kellett megvívnunk, megmutatták a világnak, amit Széchenyi István vallott, magyarnak lenni nehéz, de nem lehetetlen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Atyám, kedves Erzsi, kedves egybegyújt honfitársak, kedves gyerekek! Felemelő volt hallani az ünnepi beszédet, a szavallatokat, az énekeket, a lelkes magyar előadók és a lelkes magyar közönség a bizonyíték arra, hogy Magyarországtól több száz kilométerre is meg lehet maradni magyarnak. A megállapodás pedig joggal bátorít bennünket, hogy higgyünk, erős nemzet vagyunk,
és erős nemzet leszünk. Főkonzulátusunk kiemelt feladatának tekinti a Bajorországban élő magyarokkal való kapcsolattartást, az ők és önök képviseletüket, igényeik az anyaország államigazgatásával történő becsatornázását és bekapcsolását. Deklarált és erős célunk, hogy elősegítsük Bajorországban élő magyarjaik identitásuk, nyelvük megtartásában, valamint abban, hogy az európai mobilitás előnyeit élvezve Németországba tanulva, munkát vállalva, esetleg végül ismét Magyarországra újra hazataláljanak. Az 1948-49-es forradalom, mint politikai akció ott helyben ugyan sikertelennek bizonyult, hosszú távon azonban érvényesültek a forradalom követelései. Az 1849-ben még ellenséges Ausztria 1967-től partnerként tekintett a Magyar Királyságra. A véráldozat tehát nem volt hiába való, hanem hosszú távon épült be a nemzet nagy építményében. Az idén egyébként ünnepeljük a kiegyezés 150. évfordulóját. A márciusi ifjak példája ezért mindig arra bátorít minket, hogy ne féljünk szót emelni nemzeti érdekeink mellett, mert ha azokat következetesen képviseljük, akkor érvényesülni is fognak. Kedves vendégek, köszönöm tevékeny részvételüket az ünnepségen, és további szép tavaszi napot és kellemes hétvégét kívánok mindnyájatoknak, mindnyájuknak. Köszönöm szépen!